Sziasztok! Egy újabb GeekTech adást láttok, és most a Razor Crazy Kart XL-ét fogjuk kipróbálni Oszival. Nem is akárhogy, Tokyo Drift stílusban. Ja, összecsapás. 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 Csolád. Ja. Egy idő után, amikor már ráérez az ember, hogy mennyire pörög, meg hol pörög, mert nem pörög teljesen, tehát van egy kör, utána megáll, fixálja a kerék, és utána megint rá kell egyet húzni, hogy elinduljon a következő. Lihex rendesen azért. Tartani kell azért a masinát rendesen. Nagyon durva, nagyon durva. Mert ugye igazából, hogyha most eltekered a kormányt és elkezdesz gáztani, akkor hátrafelé is tudsz menni a oldalra. Mutasd meg? Hát így van. Csak így lassan. Ha, ez a kiforgás, és mit tudsz hátra is elvileg. Mondjuk azt már teszteltük, hogy ha fölemeled a kocsi segít, akkor biztonságosabb hátra vagy valami is. Ha? Na jó. Figyelj, rájöttem a versenyre, hogy mi lehet verseny. Úristen. Begyakorlod a produkciódat, előadod, majd előadok én is egyet, és majd a nézők megszavazzak, hogy melyik kaszkadőr nyert. Úristen. Hát ez már félig meddig, te lenyomtad úgy háromszor, úgyhogy jó volt, de majd csinálok egy ilyet, hogy na mostantól, hogyha ebből vagdasz. Akkor állapítsunk meg egy távot, amin belül lehet csinálni. Szerintem időkeretet állapítunk meg, és azt csinálsz. Tehát 30 másodperc, és azt csinálsz az állat, amit akarsz, és akkor le kell nyűgözni a nézőket. Hát legyen. Na, király, kihívás megvan. És hogy érzed, milyen? Hát, kibaszott vidám, azt kell, hogy mondjam, ezzel el lehet lenni pár órán keresztül, még a könnyem is kicsordult. Olyan, mint egy vaszpaci, ami csak arra vár, hogy megszelidítsék. Azt kemény! 4, 3, 2, 1, mert! Így egy perces lesz. Ennyire jó voltam, megállíthatatlan. Annyira, hogy a gumihangok alapján a Michelin az megkeresett minket támogatónak. Mert ugye úgy hallották, elég sok fog elhasználódni. Simán, nem tehetek róla. A égett gumiszag a kedvenc. Mindjárt keményebbnek érzem magam tőle, sokkal. Így vagy. Úgy érzem, hogy feladtam a leckét, legalábbis remélem. Jobbról is, balról is körbefordultam. Még kívül is megkapattam a kocsit, úgyhogy... és visszahoztam a pályára. Úgyhogy szavazzatok rám. Úgyhogy... szavazzatok rám. Na, Laci, lássuk, mit tudsz. 3, 2, 1, start!
lesz, gyerünk, gyerünk, az utolsó 20-at húzd meg! Nyomás még van, kifáj! Annyira komolyan lett, hogy előbbi az operatot. És vége! Hát azért nem szórakozik, annyira komolyan vett, hogy elüti a rivális, mert még véletlenül se lehessen kérdéses, hogy ki nyert. Mert így csak egyedül maradok. Azt a innen itt ezt a gumiszagot, tényleg van? Kemény. Ugye mennyivel jobb? Nagyon durva, basszus, nem láttalak, hogy ott vagy, ezt hittem, hogy még pont elmegyek arra fele, de valahogy elvesztettem az irányérzéket. Egy kicsit megütöttem az action kamerát, hogy ez így vesz most. Kicsi kamera. A Lati fedélzeti kameráját egy kicsit megzúztuk. Láttad azt a Heinrich manővert, amikor igazából egy lámba kibolt? Láttam. Azt nem kérek, voltál? A centrifugális erő hatalma. Az nagyon durva, halad úgy, mint ki, mint a picsa. És azon vagy, amikor itt elkezdtem forgolódni. Megakadt a hátsó kerék. Megakadt egy-két izében, és utána már arra mentem egy kicsit, de... Hát nem, én úgy érzem, hogy amúgy a győzelem szorosan, de a tiéd lesz, mert én azért igen. Hátrafelé menetben nem rajoztam. Na, nem tudom, az mennyire nézel ki jól, próbáltam, hogy jól nézel ki. Szavazatok rám, csak is azért, mert túléltem. Igazából szerintem több... Várd, akkor ezért én kapnám a szavazatokat, mert én túléltem, tehát ja, igen, én az aljas én... próbálkozásod ellenére is túléltem. A kamerának nem lett baja. Nem, de még mindig. Jó, és neked? Tudod, ez a második kérdés. Figyelj, neki vettél az sípcsontomnak, de nem gáz. Nagyon? Nem. Szerencsére azért ügyesebb vagyok, tehát a reflexeim, mint egy tigrisé, fürge vagyok, mint egy majom, te meg hülye. Szombat délben totálkár. Az biztos. Hát ez megfelelt annak, ez a Crazy Kart-nak a tesztelése, az biztos. Crazy Kart XL. Crazy Kart XL, ugyanis a Crazy Kart az már az egy kisebb fejlesztésű jármű, ami nagyjából ugyanez, a bukócső nélkül, nincs első támasz, és... Fele ekkora kilóban. És hát igen, ez 51 kiló, az meg ennyi, 20-valamennyi. 25 kiló. És ha jól láttam a kép alapján, amely azt nem láttam, az inkább egy műanyag házas tudsz, és csak egy aksival rendelkezik, amíg ez 3, 12 wattos aksi hajtja. Így van, 12 voltos. Jó, 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 12 voltos, a az nem hajtaná egy időt. Igen. Na, de mi a volt használni? Mi a különlegessége? Hát a különlegessége? Az, ahhoz képest elektromos hajtású a kis vacak, és hogy ilyen kis nyüzgének tűnik, hatalmas erő van a gépben, tehát 18 km/h az nem annyinak tűnik benne. De a legdurább az az, hogy ugyanezt az erőt kanyarodásnál ugyanúgy átadja. Tehát nem igen, az, hogy érzed, hogy gyorsul, aztán éred a végsebességet, hanem a kanyarnál ugyanúgy nyomja, tehát nagyon durva. Tehát a nyomatékot azt végig leadja a gép, tehát nem áll meg. Nem. Amíg nyomja az ember a pedált, addig megy, és nincs rajta fék. Ez tehát... különben az adatainál is kivangsúlyozó, hogy nincs rajta fék, tehát ezzel tényleg számolni kell, motorfék van rajta, tehát elengeditek a pedált, úgy fog lassulni, vagy elkezdtek pörögni, mert az lassítja azért. Igen. Hát ugye a driftelési funkció az teljes mértékben működik, tehát a drift igen. Az drift. Sokan azt hinnék, hogy ez a kar ez egy kényelmes kézifék lenne, és az nem. A drift nem. Ez a kar arra jó, ezt különben biztos meg látjátok, hogy a kocsi hátulját kiemeli. Tehát ezek a bevert csaló kocsi kerekek, amik itt rajta vannak, 4 darab. Ez a hátsó az le van nyomva, azért, hogy főleg csak egyenesen tudjál vele menni, hogyha gáztat. Viszont ha meghúzod a kart, akkor ez kirakja teljesen, mint ahogy a bevert csaló kocsi teljesen átfördülhet a kerék. Úgyhogy gyakorlatilag 360-ba tudsz vele forogni, pörögni, driftelni. Emelted gyakorlatilag, igen. Ja, és valamennyire tudod irányítani. Valamennyire. Valamennyire hangsúlyosít. Bár igen, azt mondom, hogy ez a kormány és ez a kar kombóval tényleg lehet irányítani a driftelést, tehát hozzá lehet szokni. Igen. De hát azért azt nem nevezném annak, hogy irányítani lehet a driftelést, inkább beleszólhatsz, hogy merre csúsz. Tehát hát igen, legalábbis az irányát meg tudod adni, igen. Aztán utána mi történik, az már csak a sebességtől, meg igen. A lendülettől igen. Függ. Viszont, hogyha lenne a másik oldalon egy fékpedál, akkor tényleg akár ebbe versenyezni is lehetne, akkor viszont van annyi ráhatásod a driftre. Viszont akkor a maga a driftkar fölöslegesé válna. Ugye a fékkel. Lehet, igen. Mondjuk ez igaz, hogy azt váltja ki talán. Így van. Mellesleg akkor erő van a gépboly magad, a drift kar nélkül is nagyon lehet vele csúszni, tehát nyugodtan lehet driftkar nélkül is.
Sőt, ha például az a tipikus jelenetet akarjátok lekövetni, amikor ugye megkerülünk valamit, tehát minél többször a Tokyo Drift, ugye? Főleg így a Tokyo Drift. Abba ugye volt. És ha ezt akarjátok megcsinálni, akkor nem is érdemes a kart használni. A karra gyakorlatilag csak pörögtök mellette 360-ban. Igen. Még anélkül azért meg lehet csinálni a driftes jelenetet. Határozottan. Viszont ami nagyon meglepő volt, és én nagyon pozitívan éltem meg, hogy baromira stabil. Tehát majd láthatjátok, igen, hogy ahol teszteltük, az nem egy tükörsima Hungaroring pálya, hanem egy régi, töredezett, tudom, régi kosárpálya. És nagyon jól vizsgázott a járgány, nagyon stabil volt még forgásnál is. Gyakorlatilag Oszi annyit forgat, hogy már csak itt tud beszélni, igen. Retteltesen sokat, és annyira élveztem csak. Szegényke most megadta magát. De a 40 percet teljesen szerintem kihasználta. Több, többet, mint 40 percet. Azt számolgattuk, hogy az van írva, hogy teljes feltöltöttséggel 40 percet a folyamatában akár lehet használni. Szerintem, ahogy vettük fel a felvételeket, többet is bír, csak utána már végén lehet érezni, hogy kicsit már gyengül az gyorsulás. Még most is menne különben, csak nem olyan végsebességgel, mint ahogy az elején. De úgy, nagyon stabil. Egyetlen egy problémája szegénykőnek, hogy eszi a kereket nagyon. Azt nagyon, főleg, hogyha betonon használjátok, füvön borzalmasan. Ugye azon is megy. Füvön is kipróbáltuk, megy, ott még stabilabb, mert ugye egy kicsit terepjárós, tehát ezek a kis görgők, ezek nem adnak a sebességet, inkább lassítanak. És akkor csak ilyen... Nagymama tempóba megy. Az. Ja, de egy kutyát sétáltat itt tökélet, tehát ilyen fricike egy mész el, és a füvedik követed ebbe. Lehet, hogy fricike még húzna is rajta. Na jó, de ugye, ha kicsit komolyan veszük, milyen funkcióra tudod elképzelni? Hát ez szigorúan csak is olyan fun embereknek, akik azért veszik meg, mert fun. Tehát igen, tehát szerintem nem is elárul, hogy azért ez nem egy elektromos roller, amit nem jó dolgozni, vagy iskolában jelni fogsz használni. Hogyha van egy közeli park, vagy valami, vagy egy ilyen hely, vagy ahol ki tudsz jönni, vagy esetleg go-kart pálya, vagy valami. Go-kart pálya, ahol ki tudsz jönni, a körködni, arra tökéletes. De azért valljuk be, hát 300 ezer forint ez a drága, úgyhogy nem az olcsó hobbik közé tartozik. Igen, igen. Viszont ha van egy nagyon hosszú garázsbeállód, vagy ilyenek, azért lehet mókolni, meg egy jó nagy garázs. Így van. Vagy hogyha épp olyan helyen dolgozol, hogy például mély garázsba, tudod, és akkor éjszakai órákat elnyomod abban, hogy pörögsz fel a szemmeleteken meg le. Csak ne találkozz szembe senkivel. Annyira ja. Nem gyors, hogy a kamera holtereket kijátszhass vele. Ja, igen. Visszacsatolva a családos filmre. Igen. Oké, okay. Ez igaz. Hát én nagyon élveztem a használatát, az biztos. De én is csak azt tudom elképzelni, hogy ez tipikus ilyen, vagy ilyen nagyon feldobod a szülinapi bulidat, tehát hogy a bérelsz egy ilyet, aminek hatalmas arra fán. Kitűnő. De ilyen mindennapi használata ez biztos, hogy nem. Viszont nem is arra való, úgyhogy nem is azt célozza meg a termék. Ez szerintem egyértelmű. Én a legején őszintén szóval összekevertem valamiféle ilyen kis... Biztos láttatok olyan gyerekeknek készült elektromos kis jeepeket, kocsikat, hogy beleülsz, és na és mondom, biztos ez is valami olyasmi, csak esetleg ez ugye bírja a 109 kilót, tehát egy felnőtt is állulat. És mondom, ilyen kis tötyögős itt el lehet mászkálni. Nem, ez nem olyan. Viszont képességeiben mit tudunk elmondani róla? Azon kívül, hogy ez egy elég masszív bukóváz, amivel nagyon sok kárt lehet okozni minden másba is, aminek neki mész. Így van. Egyetlen egy dolgot hiányolok ebből a biztonsági övet. Én azért el tudnám azt viselni benne, igen, mert azért az egy bónusz biztonságot ad, egészen biztonságos benne ülni, de azért a driftnél a centrifugális erő azért elég erősen hat az emberre, ott és azért jobb lenne. Érzed, de hogy ki akar. Különben bele lehet szerelni, mert az ülés úgy, hogy van rajta két vágat, úgyhogy különben, hogyha szerettek hozzá, hogy járattok, akkor meg tudod csinálni. Mert ez bőven elég egy deréköv, hogyha ott tartsok. Hogy egy pontos öv bőven elég bele. Nem kell egy 12 pontos rally is izé, tehát egyáltalán nem azt kell elképzelni. Azt bele tudsz rakni, ha nagyon akarsz. Ja. De te meglepően biztonságos, én azért bukós is akkor ajánlanék hozzá, hogyha ezzel akartok első csapatni, viszont az biztos, hogy mint látható azért elég erőteljesen meg lett viselve a kis járgány, és bírja. Hát jó, de ez a cső ez arra való igazából, tehát ez most egyszer-kétszer lefújod még, hogyha nagyon zavar, hogy ilyen kicsit karcos, de hát ez tényleg arra van. Azért is jó, hogy fekete a tudsz, alapvetően feketébe kapható, úgyhogy nagyon könnyű utól fújni ezeket a dolgokat, ha tényleg zavar. Hát a mű, nem is tudom, ez nem is hát műanyag, még ez is lemez. Az egész lemezből van, tehát csak itt ez maga a motorház van, igen, műanyagból,
meg a vezérnek. Igen. Különben hálózatról lehet tölteni, simán 220 voltra. Nem számoltam, hogy körülbelül mennyit kell tölteni, mire teljesen feltölt, de azt írják, hogy igen, egy ilyen éjszakára nyugodtan bedugva hagyhatod. Ez most nem is töltődött olyan sokat, és még azért is csodálkoztam, hogy ilyen sokat bírtam. 3-4 órát töltöttem egy húzamba, az biztos, és utána meg ki is hoztuk a terepre. Úgyhogy nagyon jól teljesített ilyen szempontból. 3-12 voltos aksi van benne, azt már szerintem mondtuk. Ez voltos. Viszont az a 100 kiló miatt is kell, úgyhogy kisebb srácot lehet, hogy még durvábban visz. Hát eleve ugye 51 kiló maga a kaszni, igen. És még utána rámegy a 100 kiló, maximálisan 100, leve számoljuk 100 kilónak, tehát azért 150 kilót kell mozgatnia. Azért van benne erő, igen. És az erő az megvan, ja, a lánchajtás van benne. Lánchajtás van benne, ez szerintem, és ugye egy, tehát a hajtás az egypontos, tehát a középső kerék, ami a kormány alatt van közvetlen, az hajt, a többi igen. Igazából csak irányításra segít rá, és mivel ezt a kereket ezzel ezt nem fogod kapálózni, tehát nem fogod kapkodni menet közben, van rajta egy nyíl, arra megy egyenesen, és ha tekergeted, akkor bizony oldalra megy, vagy hátrafele megy, úgyhogy igazából ezt fogod tartani, mint egy ifa kereket menet közben, és így próbálsz el irányítani, nagyon király, nagyon jó érzés. Ja. Szerintem majdnem mindent elmondtunk róla, remélem nem hagytunk semmit. Ha kijöttünk, akkor ezt is majd pótoljuk. De a leírásban megtaláljátok a termék linkjét, úgyhogy ott pontosan ott van a leírása és az adatai, ott át tudjátok olvasni, ha véletlenül amit rosszul mondtunk, vagy kihagytunk. És már többször is mondtuk nektek, hogy a GeekTech főleg erről fog szólni, hogy igazán nem feltétlenül csak a számítógéphez kapcsolódó technikai cuccokat fogjuk megnézni és kipróbálni, hanem igazából bármit, ami felkelti az érdeklődésünket. Ami fun, ami poén és ami valóságos. Szerintem is. Ugye bármi erőkönben van tudomásotok, nyugodtan ajánljátok, aztán legfeljebb megnézzük, akár cégek vagytok, vagy akár magánszemély, amit meg szeretnétek nézni, vagy egy tesztet, vagy csak ki akarjátok próbálni, de nem tudom, nektek van meg, és ajánljátok. Így van. Ja, úgyhogy a Razornak még egyszer köszönjük ezt a terméket is, hogy ki tudtuk próbálni, és ezt meg tudtuk mutatni nektek. És hát majd legközelebb jövünk a következő adással, amiben egy sokkal másabb, sokkal apróbb cuccot fogunk mutatni. És reméljük, hogy az legalább ilyen poén lesz. Ó, az biztos. Azt tudni. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Mehetek visszajátszani. Hello.